Na most az van, hogy itt a betonozás során, nem tudom, láttad-e a betonozós videót, nézd meg, ha még nem. Szóval úgy néz ki, hogy elkövettem egy hibát, azt hittem, hogy nem lesz gond, nem is volt egészen mostanáig. Itt a belső sarokban van egy elektromos bekötés, itt megy be a műhelybe, itt jön be az utca felől az áram, és itt megy be a műhelybe, és itt egy ilyen gégecsőbe van benne a vezeték, és úgy gondoltam, hogy nem lesz probléma, hogyha ezt itt beágyazom a betonba, és nem is volt, 6 napig minden nap 2-3-szor meglacsoltam a betont, és nem volt semmi gond. Most azonban mégis gyakorlatilag az utolsó előtti locsolásnál valahogy bejutott a víz, elkezdett sisteregni, úgyhogy lekapcsoltam az óránál az idejövő biztosítékot, és akkor most itt ki kell vésnem a betont, és újra szigetelni ezt az egészet, hogy oda ne tudjon semmiképpen bejutni a víz, ott belül van egy kötés. Viszont most itt ugye nincs áram, mert lekapcsoltam a biztosítékot, hogy ne legyen nagyobb probléma a befolyt víz miatt. Úgyhogy nincs is jobb alkalom, mint hogy kipróbáljuk az elitáimtól érkezett új invertert. És hát ugye mivel ide az átjövő biztosítékot lekapcsoltam, most itt a műhelyben sincs áram, ezért ilyen rosszak a fényviszonyok. Most láthatjátok, hogy mennyit számít a videó szempontjából is, hogy van több lámpa. Na mindegy, itt van az utc. Azért jött ez, mert ugye múltkor, amikor bemutattam ezt a nagy 200 amperórás Elitime litiumvas foszfát aksit, akkor utána kérdeztem tőlük, hogy hát nem probléma nekik, hogy egy más márkájú inverterrel mutatom be az ő remek aksijukat, és aztán úgy tűnik, hogy elgondolkodtak rajta, és azt mondták, hogy ja, tényleg, hát azért mennyivel jobb lenne, ha az inverter is tőlük lenne, és akkor így együtt kompletten lehetne bemutatni, és akkor így majd az ő inverterükkel fogom berakni a házba ilyen vészhelyzeti áramellátásnak ezt a cuccot, de most, hogy muszáj vagyok itt kint is ugye áramot csinálni, most pont baromi jól meg tudjuk nézni, hogy mit tud ez a 3000 wattos tiszta színuszos inverter. Gyorsan nézzük is meg, hogy mi van a dobozba. Kétnyelvű angol és német használati útmutató, van hozzá 4 darab kábel, tehát két 25 négyzetmilliméteres tiszta ilyen rész kábel, amivel ugye az invertert az aksihoz kell kötni. Hát ugye ehhez a teljesítményhez már kell az 50 négyzetmilliméter, ezt ők úgy oldották meg, hogy két 25 négyzetmilliméteres adtak. Meg itt van még néhány csavar a felszereléshez, meg egy földelőkábel. Van hozzá egy ilyen vezetékes távirányító, hát erre majd kitérünk, hogyha ugye viccelődtem a Vevoros 2500 wattos inverternek, arról is van videó, a bemutatójában, hogy hát olyan tiszta 90-es évek dizájn a távirányítója, hát ez meg vezetékes. Mikor láttál utoljára vezetékes távirányítós autót például? Hát én körülbelül gyerekkoromban, szóval akkor erre meg lehet mondani, hogy ez meg a 80-as évek. Na mindegy, minden esetre van hozzá egy kibekapcsolást tudó vezetékes távirányító, meg hát ugye maga az eszköz, hát jó nagy darab. Így méretre, meg súlyra is érezhetően nagyobb, mint a Vevoros, amit múltkor teszteltem, ami bekerült a lakókocsiba. Szerintem annál többel nagyobb, mint amennyivel nagyobb a teljesítménye. Lehet, hogy ez számít-e, vagy csak ők valamiért nagyobb házba rakták. Nyilván ezt nem tudom. Ennek olyan itt ez a bekötő terminálja, hogy van rajta egy ilyen védőburkolat mind a két póluson. És akkor úgy kell rátenni ezeket, hogy ezeket így egymással szembe fordítva
kell ide ráhúzni. Így hozzá tudtam tenni úgy az invertert, hogy itt ugyan egy kicsit kuszák lettek ezek a kábelek, de így rajta van a tetején, és így egyfajta ilyen egységet alkot, mégis így egyszerre lehet cipelni, nem így mellette van valahol. Egyébként még az aksihoz voltak ilyen kis védőkupakok, amivel itt be lehet fedni a csavaroknak a tetejét, ez valamennyire megakadályozza, hogy így véletlenül összeérintsd valamivel. Na! És akkor itt van végre a cucc. Van ennek is digitális kijelzője. Mindjárt megmutatom közelebbről. Meg hát ugye itt van az eleje. Az már egyből látszik, hogy annyival mindenképpen több a Vevoros inverternél, nem csak abban, hogy ez nagyobb teljesítményű, ez nem 2005, hanem 3000 wattos. És nem egy, hanem kettő normál ilyen konnektor ajzat van rajta kettő USB kimenet, amiről közvetlenül ugye 5 voltot lehet szerezni, tehát telefon tölteni, vagy bármit lehet róla közvetlenül, meg van egy ilyen kimenete is, ahova közvetlenül vezetékeket lehet csatlakoztatni, tehát ez például nagyon jó lehet arra, hogyha fixen valahova csatlakoztatni akarod, nem konnektor, nem villásdugókat akarsz beledugni, akkor ide fix vezetéket rá lehet csatlakoztatni, és azzal fixen rá lehet kötni valahova. Ez egy plusz, szerintem ez egyébként jó, hogyha az ember állandóra be akarja kötni. Nézzük meg természetesen akkor a távirányítót is. Ez egy ilyen, olyan, mint az ilyen számítógépes hálózati kábel, olyan kábellel kell becsatlakoztatni. Ide, mondjuk ez szerintem itt nem igazán jó helyen van, hogy itt elől útban van ennek a távirányítónak a vezetéke. Na, és akkor nézzünk egy bekapcsolást a távirányítóval. Működik, felé lett. Itt egyből a kijelzőn mutatja is, hogy a 13,3 volt jön az akku felől, szerinte 9 fokos a hőmérséklete az akkunak, és 50 Hz, 229 volt a kimenő, most 0 watt, mert nincs rá kötve semmi, és azt is mutatja, hogy tiszta színuszos jelet ad. Most ebben részletesen nem mennék bele, az előző másik inverterről készült videóban nagyon részletesen elmagyarázom, hogy miért jobb a tiszta színuszos jelet adó inverter, még akkor is, hogyha jóval drágább az ára. A lényeg, hogy vannak olyan berendezések, például a forgógépek, tehát villanymotoros berendezések, meg vannak olyan érzékenyebb elektronikával ellátott berendezések, amelyek egyszerűen nem szeretik az egyszerűbb szögletes hullámot, szögletes jelet magukból kiadó invertereket, hanem csak az olyanokat, amik a normális hálózati áramhoz hasonlóan tiszta színuszos, ilyen hullámformájú jelet, hullámformájú áramot bocsájtanak ki magukból. Az ilyen berendezések jó eséllyel rosszul működnek, vagy akár el is romolhatnak, hogyha nem megfelelő inverterrel próbálod őket használni. Szóval én azt mondom, hogy ha már egyszer veszel egy ilyen nagy teljesítményű, jó minőségű lítium-vas-foszfát aksit, akkor ahhoz igenis érdemes egy megfelelő minőségű, tiszta színuszos invertert venni, hogy ki tudjad használni teljesen az aksit. Ne kelljen azon gondolkozni, hogy ajjaj, ezt a gépet nem fogom tudni használni vele, mert nem olyan az inverterem, ajjaj, ezt a berendezés nem merem beledugni, nehogy baja legyen, hanem akkor veszel egy olyat, ami színuszos jelet ad, és akkor aztán nem kell gondolkozni, mert azzal minden tökéletesen fog működni. Ennyi a színuszosságnak a lényege.
Na szóval nézd meg azért ezt a távirányítót, ez szerintem azért ez nagyon ilyen ipari dizájn, ez szerintem ez nem méltó egyébként az inverternek az általános dizájnjához. Na, szóval hát működni működik. Mert amúgy ez megnézd meg, az egész ilyen bordázott alumínium, nagyon szép a festése, a kijelzője is nagyon jó, jobb a képe, mint a vevorosnak, amit múltkor bemutattam. Mindene teljesen kifogástalan minőségűnek tűnik. Hátul van két ventilátora is, hát most itt körülbelül 5 fok van itt a műhelyben, most nyilván nem fog főleg így terhelés nélkül elindulni, de egyébként ugye ezekkel aktívan tudja hűteni magát, hogyha szükséges. Na, áthoztam ide, ahol ki kell vésni a betont. Már a világítás is erről megy, egy ilyen 400 wattos halogénizzó. Itt mutatja is, 410 wattot mutat. Meg ezt az 1500 wattos fúrókalapácsot fogom használni, ugyanis múltkor az aksi bemutató videójánál többen kifogásolták, hogy de hát nem terhelés alatt mutattam be, hanem csak elindítottam róla a gépeket. Hát most mi ez, ha nem terhelés? Egyszerre fog menni a 400 wattos lámpa meg a fúrókalapács. Na és itt van benne egy toldás ebbe a gégecsőbe, de mondom, eddig nem okozott problémát, már 6 napja kész ez a beton, minden nap legalább kétszer meglocsoltam, nem volt semmi gond, most mégis valahogy bejutott valami víz, úgyhogy itt a kivésem, megpróbálom kivésni, csak hát már most arra teljesen megszilárdult ez a beton. Hát ez van. Nézzük. Hát az 1400 wattos porszívónak az elindítását valamiért nem bírja. Olyankor egy rövid időre pirosan világít rajta, valami belső biztosíték lehet, hogy ilyenkor leold, és utána látod vissza is kapcsolt egyből. Ennek valószínűleg az indításkor valami hatalmas lehet az áramfelvétele, ugye az ilyen szénkefés motorral ellátott gépek esetében még az is előfordulhat, hogy akár 4-5-ször vagy még nagyobb pillanatnyi áramfelvétel van az induláskor, mint ami egyébként a névleges teljesítménye a gépnek. Úgyhogy valószínűleg itt is erről van szó, hát úgy látszik, hogy ezt már nem tudja elindítani. Megmutatom megint. Egy pillanatra megmozdul a motorja, és aztán meg az inverter egy-egy csippan, és aztán meg visszaadja az áramot, de azt jelzi, hogy ezt ő nem szeretné működtetni. Kivéstem onnan néhány kiló betont, most ott majd újra kötöm, és még jobban leszigetelem, hogy teljesen vízálló legyen. A lényeg, hogy a gép bírta, érdekes módon a porszívót, ahogy láttátok, nem akarta működtetni, és egyébként ennyi használat, hát nem tudom, összesen, mit tudom én, 5-10 percig véstem a géppel, közben folyamatosan ment a lámpa, azt szerintem legalább 20 perce megy a 400 wattos lámpa, és hát eközben most is ugye azt mutatja, hogy a feszültség 12,9, de hogyha lekapcsolom a lámpát, akkor visszamegy 13,1-re, meg itt az akku ikonja az most is teljesen telit mutat, tehát igazából ennyi használat alatt jelentősen nem sok merült az aksiból. Nem hagy nyugodni ez
az a porszívó, hogy nem indult el vele, úgyhogy kipróbálom ugyanazokkal a gépekkel, amikkel múltkor ugyanezt az aksit használtuk a vevoros inverterrel, és akkor meglátjuk, hogy a két inverter között van-e különbség. Ugye azt is használtam ezzel a hőlégfúvóval. Egyébként a távirányító nélkül is lehet használni, van rajta egy kis bekapcsoló gomb. Na, tehát hőlégfúvó 1-es fokozat 1000 watt. Kettes fokozat 2000 watt, most már hallatszik. Beindult a hűtése, pedig nyilván most még nincs túl melegedve, csak egyszerűen, hogyha valószínűleg egy bizonyos terhelés fölött beindítja a hűtést. Na mindegy, a 2000 wattos hőlégfúvót simán viszi. Ez esetleg érdekes lehet, ugye a vevoros asztali körfűrész, mert ez 1800 wattos szénkefés motorja van. Viszont ez is simán megy róla. Valószínűleg azért, mert hogy ugye beszereltem ide a kapcsolójához egy lágyindító elektronikát, és így nem olyan hirtelen kéri a teljesítményt az invertertor, és ezért annak nem tilt le az elektronikája. Ja, egyébként a lágyindító beszereléséről is van videó, ha még nem láttad volna. És végül az 1600 wattos kézi körfűrész, ebbe viszont nincs lágyindító, úgyhogy akkor gyanús, hogy itt megint ugyanaz fog történni, mint a porszívóval az előbb. Igen, pontosan az történt, hogy elindult a motor, de utána egyből le is tiltotta az inverternek az elektronikája. Igen, most csipog is, és azt írja ki, hogy output fault. Na, ugye az van, hogy ennek is szénkefés lágyindítás nélküli motorja van, és ezek szerint ez az inverter azt az indítás pillanatában jelentkező sokszoros pillanatnyi áramfelvételt nem engedélyezi, ennek az elektronikája érzékenyebben reagál, hiszen ugyanezt a gépet, ugyanez az akku, csak a vevoros inverterrel simán lehetett működtetni, annak az elektronikája kevésbé érzékenyen reagál erre a pillanatnyi túláram felvételre. No, és akkor mindezek fényében ide a végére egy összefoglaló ezzel az inverterrel kapcsolatban. Ugye hát a múltkor kipróbált és a lakókocsiba beszerelt 2500 wattos vevoros inverterhez tudom hasonlítani. Ahhoz képest ez ugye 500 watttal nagyobb maximális teljesítményt tud állandóan. Ennek nem egy, hanem kettő ilyen villásdugós kimenete van, ennek USB kimenete is van, meg még ilyen fixen ráköthető vezetékhez való kimenete is van, tehát ilyen szempontból többet tud, ugyanennek vezetékes a távirányítója, annak meg rádiós. Ez egyébként így érzésre egy picit talán finomabb kidolgozású, mint a vevoros, tehát így ránézésre, minőségre talán egy picit jobb. A kijelzője is nagyobb méretű, jobb felbontású, szebb képű. Mondjuk ez tulajdonképpen részletkérdés, hiszen igazából a leadott áram teljesítmény az, ami lényeges szerintem egy inverternél. Egy dolog, amiben elmarad, és az pedig az, hogy úgy tűnik, hogy ennek a saját magát védő belső elektronikája érzékenyebb, és ezért, ahogy láthattátok is, már az 1400 wattos porszívót, illetve az 1600 wattos kézi körfűrést sem volt hajlandó elindítani, még ezeket, pontosabban hát a porszívót nem próbáltam, de a kézi körfűrészt azt igen, és azt a másik inverter simán működtette. Ez egy kicsit szigorúbban védi, úgy tűnik a
saját magát az ilyenfajta túláramtól. A többféle kimenet a nagyobb maximális teljesítmény miatt, hogyha neked ezekre van szükség, akkor nyilván ez megérheti. Az összes adata megtalálható a Leadtime-nak a honlapján, beteszem a linket, ahol meg tudjátok nézni az aksit is, meg tudjátok nézni az invertert is, mindegyiket meg lehet venni, németországi raktárból szállítanak. Nekem az a tervem, hogy ez így, ahogy van, ezzel a nagy aksival együtt be fog kerülni a házba, és ott ilyen áramszünet esetén ilyen vésztartalék áramforrásként rá lesz kötve a háznak a hálózatára. Erről egy következő videóban. Remélem, hogy ez a videó is hasznos volt a számotokra, szokás szerint. Nyomj egy lájkot, ha igen, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!